Sziasztok, Dáj vagyok, üdvözlök mindenkit innen az LMDHQ-ról, és a mai napon is egy ilyen kampányzáró, kampányindító, illetve kampánytervező, ez egy ilyen tök jó hármasság videóval készültem nektek. Nézzük az első részét, ami a kampányzárás. A tegnapi napon felkerült a 2019-es Hunt the Beast kampánynak az utolsó rögzített mérkőzése, ahol ugye Béci nekronjai birkóznak Levi Chaos Space Marine-jaival, egy meglehetősen epikus, kicsit hosszú, de azt gondolom, hogy izgalmas csatában. Ha még nem láttátok, akkor szerintem nézzetek bele. Ezzel ugyebár lezárult a 2019-es Hunt the Beast kampány, gratulálunk a helyezetteknek, és szeretnénk megköszönni Márkinak azt, hogy kiírta ezt a kampányt, illetve hogy ugye lemenedzselte egészen a végéig. Azt gondolom, hogy láthattatok, jó kis csatákat voltak, változatos, élvezetes küzdelmek, illetve úgy alakult ugye a kampány, hogy még egészen a végéig is viszonylag kiélezett küzdelmet láthattatok. Nem dőlt el már rögtön az elején, vagy mondjuk a felénél, hogy ki is lesz a bajnok. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen a kampánymesternek, illetve köszönjük szépen nektek is, hogy néztétek a csatákat. Beszéltem nektek ugye decemberben arról, hogy idén nincs a TLK-ban sem havi, sem két havi kampány, hanem két teljesen más típusú kampányt próbáltunk meg beindítani. Az egyik az egy kicsit narratívába hajló, kis pontból induló és szépen onnan felépülő, de szintén egyéni játékosokkal dolgozó kampány, a másik pedig egy ITC szabályokra épülő, úgymond ITC bemutató kampány. Az előbbi az megvalósulni látszik, olyannyira, hogy ennek a nevezése természetesen decemberben már lezárult, 9 játékos nevezett, úgyhogy az egyik játékos, aki speciál pont én voltam, az 2 sereggel indul, hogy meglegyen a páros szám, ugye, hogy mindig jól kijöjjön a párosítás, hogy tudjunk játszani minden hónapban. Ez Mikey-nak az Escape from Epsilon nevezetű picikét narratív és nagyon egyedi kampánya, ugyanis itt hagyok nektek egy linket egyébként alul, aki még nem olvasta, az most megtehet, ugye erre már nem lehet jelentkezni, ez már egy zajló kampány, az első forduló az le is zárult, mind az 5 mérkőzés megvolt, és az elkövetkezendő napokban, hetekben ezeket a meccseket fogjátok látni, mert 3-at sikerült is ebből rögzítenünk. Ugye, ahogy említettem, ez egy teljesen más stílus, mint ami a Hunt the Beast volt. Ezek egyedi küldetések, egyedi terepeken, egyedi detachment szerint egyedi seregekkel, tehát egy 500 pontos seregül indulunk, ezt szépen görgetjük, építgetjük, minden fordulóban 250 pontot adhatunk hozzá, de nem lehet semmit a seregben lecserélni, csak mindig felbővíteni. Tehát fogjátok látni, ahogy az 5 hónap alatt szépen lassan 1500 pontig eljutunk, és ugye mindig ugyanazok a seregek fognak visszaköszönni, csak mindig egyre több és több opcióval és modellel, és egyre nagyobb és nagyobb terepeken, és összetettebb küldetésekkel. Az első küldetés egy teljesen jó kis, majdhogy nem kill team-szerű, kill pontos sztori volt. Hát nem akarom belőlni a point, lesznek majd érdekességek, de ezt majd... Elnézést, úgyis látjátok a betrepeken. A következő forduló ugye február is már lassan elkezd zajlódni, ezekből a meccsekből is igyekszünk minél többet rögzíteni. Ha bármi kérdés, vagy bármilyen gondolat ezzel kapcsolatban van, akkor azt kérlek, hogy kommentbe írjátok le, akár ide, akár majd a csaták alá. Ez egy kísérleti jellegű kampány, ugye Márki bontogatja a kampányírói szárnyait, úgymond, hogy most megpróbálkozik azzal, hogy nem alapkönyvben lévő küldetéseket, hanem teljesen egyedi narratív dolgokat visz a csatákba. A másik kampány, az ITC kampány, ami T-Field ki, az egyelőre jegelve van, ugyanis nem volt rá sajnos elég érdeklődő, nem érkezett elég jelentkezés, így aztán a szervező úgy döntött, hogy amíg ez nem változik, addig egyelőre parkolópályára állítja ezt a dolgot. Erre is hagyok itt nektek egy linket, el lehet olvasni, illetve lesz egy elérhetőség is, ahol esetleg jelentkezni lehet, vagy kérdéseket tudtok feltenni ezzel kapcsolatban. Illetve mi is, pontosabban itt talán mondhatom, hogy én is úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom egy ilyen kampánymesteri, kampánykírós dologgal. Ilyet én már régebben csináltam, még 6.-7. kiadásban, de jóval kevesebb emberrel. Ott csak 3-4 ember volt a kampányomban, de
úgy döntöttem, hogy Mike kampánya után én is szeretnék majd az idei évre egy 5 havi kampányt meghirdetni. Ez szintén teljesen más, mint akár a mozdajló Escape from Epsilon, akár a tavalyi évben lezárult Hunt the Beast. Ez egy csapatverseny, tehát elsősorban olyan játékosoknak, nem is talán a jelentkezését, hanem először a gondolatait, meg a véleményét várom a lent lévő elérhetőségre, tehát itt is adok egy elérhetőséget, amin el tudjátok olvasni a kampányt, ennek jelenleg az első 3 hónapja van részletesen kidolgozva. Hogy mondjam, én a narratív játékot nem annyira kedvelem, viszont a mesterében sem szeretem, ezt tudhatjátok rólam, ezeket a nagyon meta, meg nagyon repulzor, meg nagyon robliterátor, meg nagyon csak arra megyünk, hogy a másiknak rálépjünk a gigájára seregeket. Tehát ez egy olyan csapatverseny, amiben van egy pici játék, van egy csomó egyedi szabály, illetve úgy próbálom kialakítani, hogy egyrészt véghez is lehessen vinni, mert ugye összesen 3 csapat, 3 játékos csapatonként, tehát 9 darab olyan jelentkezőre van szükség, akiből 3 ember összesen felvállalja azt, hogy a 3 csapatot úgymond vezeti, tehát van egy csapatvezetői szerep, és ezek a csapatok csapnak össze különböző elsősorban, sőt kizárólag 2019-es Chapter Approved küldetésekben. Ez lehet a kártyás is, tehát lehet Maelstrom is, lehet Eternal War is, de ezt el tudjátok olvasni, hogy pontosan ez mitől függ. Van olyan, hogy kiválaszthatja a csapat, hogy mit szeretne játszani, van olyan, hogy random dől el, hogy mit szeretnének játszani. A sorsolás is ugye úgy néz ki, hogy a csapatkapitányok jelölnek támadókat, jelölnek védekezőket, tehát próbáltam úgy mindent, amit az elmúlt 1-1,5 évben tanultam erről a játékról, hogy belevegyíteni ebbe. Ezért is mondom azt, hogy talán első körben nem is jelentkezőket, hanem véleményeket várok arra, hogy ez szerintetek hogyan működhet, vagy mi az, amit úgy látjátok benne, hogy rossz irányba vinné el, hogy egyoldalúvá tenné, hogy nem megvalósítható, vagy bármihez hasonló dolog érdekel a Discord csatornán. Van ennek külön nyitva egy topik, úgyhogy ott tudunk erről beszélgetni, ha gondoljátok. Magát a kampányt ezt különösebben nem mondanám el. Akit érdekel, az úgyis el fogja olvasni. Aki meg nem szeret kampányozni, annak teljesen feleslegesen rabolnám vele az idejét. Nos, úgy gondolom, hogy ez minden, amit most el akartam mondani nektek, tehát lezárult a Hunt the Beast kampány, folyik az Escape from Absalom kampány, és készülőben van ez a There Can Be No Peace nevezetű csapatkampány. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, meglátjuk, hogy lesz-e elég jelentkező, meglátjuk, hogy egyáltalán ez, amit kitaláltam, ez megvalósítható el, úgyhogy várom a véleményeteket, és köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!